Köszöntöm az esti mérleg nézőit. Bár a Fejér megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának szakemberei nincsenek szem előtt, folyamatosan végzik kutató, preventív és egészségmegőrző tevékenységüket. A következő percekben pedig arról lesz szó, hogy 2017-ben milyen eredményeket értek el. Születéstől egészen agastyánkorig az ő munkatevékenységük minden korosztályt felül el, és egészen a bölcsődétől egészen az középiskoláig minden olyan szervezeti egységben ott vannak és jelen vannak, ahol a nép egészségügy és azon belül is a prevenciónak és az egészségnevelésnek helye és fontossága, szerepe és jelentősége van. Nem beszélve a lakosság széles területét érintően a szűrővizsgálatok, védőoltások és ezen kívül a hatósági tevékenységeknek olyan szakszerű megvalósításáig, amely nélkül tulajdonképpen a megye közegészségügye, népegészségügye komoly veszélynek lenne kitéve, hogyha az ő munkájukat nélkülöznünk kellene. A népegészségügyi főosztály elengedhetetlen feladatai közé tartozik egyebek mellett a védőoltások és szűrővizsgálatok szervezése, járványok, fertőző betegségek megelőzése, pollenjelentések, vízbiztonsági tervek jóváhagyása, a környezeti elemek minőségének követése. A szakemberek tavaly közel 10 000 ellenőrzést végeztek, sok esetben laboratóriumi mérésekre is szükség volt. A szakemberek különleges esetekkel is találkoztak. 2017-ben is megtartott volt a közegészségügyi járványügyi biztonság Fejér megyében, és azt gondolom, hogy ez a legfőbb alap, amire minden más tevékenységünk épülhet. Természetesnek véljük, hogy egészséges emberi fogyasztásra alkalmas ivóvíz folyik a csapjainkból, az is természetes, hogy megfelelő egészségügyi szolgáltatást kapunk, szakembereink ellenőrzik a kijelölt fürdőhelyeket, iskola egészségügyi ellátás, védőnői ápolás, szakmai felügyelet, és sorolhatnám nagyon, nagyon sokáig azokat a tevékenységeket, amelyeket végzünk. Ez a lakosság számára szinte nem is érezhető, hogy mögötte nagyon sok népegészségügyi szakember dolgozik, hogy ennek a megfelelő minősége folyamatosan fenntartható legyen. Mégis előfordulnak olyan események, amik nem kívánatosak, annak ellenére, hogy a fertőző megbetegedések száma is csökkent az elmúlt évben, sőt, járványaink száma is csökkent szerencsére. Mégis előfordult egy különös megbetegedés, amely egy ételmérgezés volt. Ez egy nagyon veszélyes kórokozó, ez a Clostridium botulinum nevű kórokozó. Általában a régi idősek talán még hurkamérgezésnek ismerik ezt a betegséget. Jellemzően a hőkezeletlen húskészítményekkel, illetve konzervekkel tud ezt terjedni leginkább. Az a lényege, hogy ez a kórokozó szereti azt a környezetet, amiben nincsen oxigén, tehát valahol a húsnak a belsejében, a hurka belsejében bújik meg. Ez a mérgezés két főt érintett, és sonka fogyasztását követően jelentkezett. Fel is hívnám a figyelmet arra, hiszen a disznóvágások idejét éljük most, hogy nyersen ne fogyasszák ezeket a termékeket, hiszen ez egy hőlabil toxin, méreganyag, tehát ez azt jelenti magyarul, hogy megfelelő hőkezeléssel, főzéssel, sütéssel ez elpusztul, ez a méreganyag, tehát nem következik be, ez egy rendkívül súlyos megbetegedés. Szerencsére mindkét, annak ellenére, hogy nagyon súlyos megbetegedések voltak, mindkét fő meggyógyult, de korábban volt már ebből haláleset is, úgyhogy feltétlenül ügyelnünk kell erre. A másik, amit kiemeltem, és szeretném itt is megemlíteni, hogy egy 3 hónapos csecsemőnknek a methemoglobinémiás megbetegedése fordult elő. Itt az édesanyja a saját kút vizéből készítette a tápot, a tápszert a csecsemő számára. Ez a víz sajnos nitrátos volt. A nitrát az közismerten nitritté alakul a szervezetben, ami azt jelenti,
hogy a vér hemoglobinjának az oxigén szállítási funkciója szenved kárt, ezért kékkornak is nevezik a betegséget, hiszen ez a csecsemő elkékül, mert oxigén hiányos. Ezt is nagyon gyorsan felismerték szerencsére, az egészségügyi ellátórendszer gyorsan orvosolta a bajt, tehát a kis csecsemő meggyógyult, azonban nagyon-nagyon fontos üzenet, hogy mint említettem, az ivóvizeinknek mindösszesen 1%-a volt a sok száz minta vizsgálatát követően is kifogásolt, tehát a csapból folyó vezetékes ivóvizeink biztonságosak, addig az ismeretlen saját kutas víznek a minősége ismeretlen. 10 000 ellenőrzést végeztek körülbelül a kollégáim. Ezen belül is több mint 1000 ellenőrzés történt a nem dohányzók védelmében. Én ezt a törvényt egy nagyon jól előkészített, bevezetett és társadalmilag is elfogadott törvénynek tartom, és azt gondolom, hogy rendkívül sikeres is, hiszen ez az 1000 szám arról tanúskodik, hogy az ellenőrzést követően mindösszesen 5 bírságot kellett csak kiszabnunk, azért, mert tiltott helyen történt a dohányzás. Tehát a lakosság elfogadta, és jogkövető magatartást tanúsít. Nem derül ki ezekből a számadatokból az a hatalmas mennyiségű preventív munka és az egészségnevelésnek az a nagyon magas szintű megvalósítása, amely az általános iskolákban és a középiskolások között is jelen van. Én magam is számos esetben jelen voltam rendezvényeken, illetve olyan alkalmakon, amikor megtapasztalattam, hogy az ifjúság mennyire bevonható, mennyire aktivizálható, mennyire fogékony az egészségnevelésnek olyan érzékeny kérdéseire is, mint például a felelős szexuális magatartást. Tehát a fiatalok vevők a jóra, vevők a szépre, csak meg kell őket szorítani, meg kell tudni őket szorítani, és megfelelő nyelvezettel, megfelelő megközelítéssel. Fejér megyében csökkent a fertőző betegségek és a járványok száma is. A szakemberek szerint ez a 99% feletti átoltottságnak köszönhető. Ez egy óriási vívmány. Ameddig a fertőző betegségek szinte megtizedelték a lakosságot, vagy talán még súlyosabbat is, még nagyobb számot is mondhatnék, addig azt gondolom, hogy sorban álltak az emberek a védőoltásokért, és hát nem volt még olyan régen, de nyilvánvalóan a mai korosztály már nem emlékszik a járványos gyermekbénulásra, hogy milyen rettenetes következményekkel járt, és ugye az utolsó vastüdős néhány évvel ezelőtt halt meg. És akkor bizony nagyon örültek az emberek a védőoltásnak. Aztán védőoltással megelőztük a jellemző gyermekkori fertőző megbetegedéseket. Ma már 11 megbetegedés ellen oltunk kötelezően. Ennek köszönhetjük egy többek között a kedvező járványügyi helyzetet hazánkban. Tehát ezt a WHO is példaértékűnek nevezte. Ugyanakkor a védőoltások következtében kialakult kedvező járványügyi helyzet éppen a védőoltások ellen dolgozott tulajdonképpen, mert egy hamis illúzióval elhitette a lakosság egy részével, hogy gyakorlatilag nincsenek fertőző megbetegedések, tehát akkor nincs is szükség a védőoltásokra, tehát ez egy nagyon rossz logika mentén működik, és amivel kezdtük tulajdonképpen a beszélgetést, ezek a meglévő tevékenységek, ezek a háttér és ezek a folyamatos, kitartó munka eredmény, hozzák ezt az eredményt. Ez nem magától van, nagyon sok embernek tenni kell érte. És én részemről nagyon örülök annak, hogy a kötelező védőoltási rendszer mellett választhatókkal is bővült a kör, és a kormányzat biztosítja például a 12 éves lányok részére a méhnyakrák megelőzése céljából a humán papilloma vírus elleni védőoltást. A tavalyi év feladatainak kiértékelése mellett az idei év prioritását is meghatározták a szakemberek. A 2018-as év legfőbb feladata a vastagbélszűrés támogatása, valamint a koragyermekkori szűrővizsgálatok szakmai felügyelete.
Hát ami nagyon lényeges, hogy egyforma módszertan alapján csinálják, végzik a védőnök, meg a házi gyermekorvosok is. Megvan, hogy milyen kritérium alapján kell csinálni, milyen vizsgálatokat kell elvégezni, melyik életkorban, hogyan, milyen eszközökkel kell, tehát mindenki egységesen, tehát ez a lényeg az egésznek, hogy egységesen kell végezni. Miért fontos ez, és miért különbözik az eddig használtaktól? Azért, mert a főiskoláról, egyetemről kijövő védőnök az ott tanultak alapján végezték a szűrővizsgálatot a lehetőségükre, meg a rendelkezésükre álló eszközökkel. Itt viszont, mint az előbb említettem, hogy megvan határozva, hogy milyen eszközökkel, és hogy mit kell elvégezni. Tehát, mint egy cseklistán végig kell menni a szűrővizsgálatok végzésén, és ezt meg is kell tenniük. A védőnői szolgálat milyen eredményeket ért el 2017-ben? Az az eredmény, hogy nem utasítható vissza a védőnői látogatás, a védőnői szolgáltatásnak az igénybevétele. Tehát a gyermekek nem esnek ki a rendszerből, fókuszban vannak. A védőnő a házi orvosnak a látószögébe kell, hogy kerüljenek. Tehát nincs olyan, hogy elveszett egy gyerek. A szűrővizsgálatokra mindenképpen, az oltásokra is idézni kell a gyermekeket, és aki nem jelenik meg, azt nyomon kell követni. Tehát nem nyugszunk bele abba, hogy a három térti bevényes idéző, amit küldtünk, az visszajön, hanem igenis, hogy követni kell a gyermeknek az útját. Addig kutatunk hatósági eszközökkel, amíg megtaláljuk azt a gyereket. Miért fontos ez egyébként? Ez a régebbi időszakban, korábbi időszakban milyen problémákat okozott? Azt, hogy nem volt látószögben a gyerek, nem gondozta a védőnő, nem gondozta a házi orvos, nem gondozta a házi gyermekorvos, és az anyagi háttér hiába jó, hogyha nem tudjuk a gyermeknek a fejlődését követni. Na most nem kötelező az orvoshoz elvinni a szülőnek a gyereket, hogyha beteg, akkor ugye megjelenik vele, de akkor sem biztos, hogy a szülő él ezzel a lehetőségével, a védőnői tanácsadás nem biztos, hogy igénybe veszi, tehát semmiképpen nem tudjuk a gyermeknek a fejlődését követni. És pont ez a lényeg ennek az új módszert annak is, hogy követhetővé válik, és minden gyermekre érvényes ez. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!